És Géczi Zsolt, a DK szóvivője a vendégünk. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok! Azért gondoltam az előbb, hogy hát, ha van véleménye a szocialista palota forradalomról, vagy erről a történetről, ami most címoldalon van a sajtó egy részében, mert hogy Hiller Istvánt megvédték, és az MSZP-t is ezáltal Orbán Viktorral szemben ön személyesen kérte ki magának, hogy Orbán Viktor meg akarja mondani. Ugye a Bibósz kollégiumból szivárgott ki egy ilyen zárt ajtók mögött történt tavaszi beszélgetés, hogy ki alkalmas az MSZP-ben a vezetésre, és Hiller Istvánban látott fantáziát. De nem nagyon szerencsés, ha Orbán Viktor foglal állást az ügyben, hogy kvázi ők itt javasol bármilyen más párt vezetőjének, vagy valami hasonló castingban venne részt Orbán Viktor. Egyrészt... De van egyáltalán ilyen casting és palota forradalom, vagy életszerű-e az, amit Harangozó Tamás mondott itt tegnap ebben a műsorban, hogy itt rendelésre írnak cikkeket valakik, akik le akarják járatni az MSZP-t? Hát nem tudom, ezek valami összeesküvés elméletek lehetnek. Én nem tudom, azt lehet látni valóban, hogy ezekből a cikkekből az derül ki, hogy a Magyar Szocialista Párt egy újabb megújítási folyamaton szeretne átmenni. A demokratikus koalíció számára fontos az, hogy legyen erős baloldal. Tudjuk azt, hogy Magyar Szocialista Párt nélkül nincsen kormányváltás 2018-ban, tehát mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a Magyar Szocialista Párt erős legyen, és az, hogy ki lesz ott az elnök, és mikor, és milyen módon, ahhoz a demokratikus koalíciónak nincs köze, mi azzal fogunk együtt dolgozni, remélhetőleg, akit a Magyar Szocialista Párt megválaszt. De lehetőleg ne Orbán Viktor jelöljön ez ügyben. Tegnap az oligarchákról tartott sajtótájékoztató, tehát nyilván ami most a közgép körül történik, az alkalmas arra, hogy az ellenzék kommentálja, de ön úgy fogalmazott, hogy most kiderül, hogy mennyit érnek valójában a fideszes oligarchák cégei, és mesztelenül találta magát a versenyszféra csípős hidegében a közgép. Az nem elképzelhető, hogy most kifejezetten üldözik a céget? Tehát nem csak arról van szó, hogy a versenyszférában ennyi megbízás jár nekik, hanem én most szándékosan nem kapcsolatok. Krokodilkönnyeket azért ne hullassak már egy olyan cégért, amelyik előtte nyakló nélkül nyerte az uniós forrásokat. Na jó, de most egyszerűen csak a versenyszféra csípős levegőjéről van szó, vagy valami egészen más típusú csípésről? Nyilván nem csak arról van szó, hanem Orbán Viktor nehezen viseli, hogyha valamilyen testnedvhez hasonlítják, és kitört a háború az egykori kollégiumi szobatárs sok között. Hát ez jellemző egyébként a maffia kormányra és a maffia államra, de egyébként akkor is le kell vonni azt a következtetést, hogy a közgépről azért csak kéne derüljön egyszer valaha, hogy valóban alkalmas-e arra, hogy a piacon megéljen, vagy csak ebben a fideszes akkormelegben képes működni. Egyébként ez ugyan... Hát most ki fog derülni, ugyanis ellenszélben működik, és éppen azt írtam a reggel a Népszabadság, hogy azért még így is nagy vállalat méretű marad. Igen, a Magyar Nemzet címlapján pedig ugye azt láttuk, hogy az offshore cégeket üti, vagy az offshore cégeken keresztül megérkező bevándorlókat üti a Magyar Nemzet, és bírálja a Fideszt, hogy ezt ellenzékben másképp gondolta, hát a Magyar Nemzet is máshogy gondolta ezt, amikor nem ennyire tűnt kormánypárti lapnak, mint manapság. Tehát azért itt a köpönyekforgatások igen széles körben megtörténnek, de természetesen azt lehet látni, hogy nyilván Mészáros Lőrinc is csak addig van, amíg Orbán Viktor van. Ő azt mondta, hogy a barátság és a jó Istennek köszönhető az ő szerencséje, hát nem lesz az az Isten, aki ezt a szerencsét neki garantálja, amikor Orbán Viktor meg fog bukni. Azt mire alapozta, amikor azt mondta, hogy a Mészáros Birodalom gyorsabban fog összeomlani, mint a közgép? Mert ugye a közgép mögött azért mégiscsak van valamilyen ipari teljesítmény, tehát ott bizonyos beruházások megvalósultak, még hogyha az Európai Unió gyanúja szerint ezek gyakran túlárazottak, és amiért ugye fölfüggesztettek uniós forrásokat, jó nagy szégyenére Magyarországnak, vagy inkább az Orbán kormánynak. Tehát Mészáros Lőrinc mögött ezt nem érzékeljük, ott inkább azt lehet látni, hogy van egy kedvenc gázszerelő, aki mindig éppen abba fekteti a pénzét, ki tudja kinek a pénzét, ami éppen Orbán Viktornak fontos, és ami éppen hirtelen nagyon fial, függetlenül attól... 20-a korszerűsítésbe igen, például? Útfelújításba, vagy éppen malacokat telepít, tehát Mészáros Lőrinc egy Leonardo da Vinci után az utolsó polihisztor, aki mindehez ért. Úgy látszik, ilyenek vannak Orbán Viktor környékén.
Ha már a cégvilágnál tartunk, nyilván ön is tudja, hogy ma fogja, ha minden igaz, zárt ajtók mögött tárgyalni az Európai Parlament regionális és várospolitikai fejlesztésért felelős főigazgatóság vezető részvételével. Ez a bizottság az, hogy az Altus ügyben történt-e bármi összeférhetetlenség, megbízhatta-e az Európai Bizottság a Gyurcsány Ferenc markáns magyar politikus személyéhez szorosan kötődő tulajdonában lévő céget egy ilyen volumenű megbízásra, mire számít? Hát először is ugye, amit ez ügyben Dajs Tamás kommunikált, az nem felel meg a valóságnak. Ő ugye azt mondta, hogy fordulat lesz, az összeférhetetlenségi igen. szabályok egyértelműek, az Altuszt eleve ki kellett volna zárni, tehát nincs más hátra, a pénzt vissza kell fizetni, szerződést fel. Igen, csak meg azt is mondta, hogy az Európai Bizottság tárgyalja ezt az ügyet, nem tárgyalja. Az Európai Parlamentnek van egy darab képviselője, úgy hívják, hogy Dajs Tamás. És bármely... Meg egy költségvetési ellenőrző bizottság. Igen, és bármely képviselő fordul bármihez, akkor azt nyilván meg kell tárgyalni. Az nem jelent fordulatot az ügyben, hogy valamit azért, mert valaki benyújt, azt meg kell tárgyalni. Ez az egyik állításom. A másik pedig, hogy tudomásom szerint az a Deffa úr is részt vesz ezen az ülésen, aki már egy meglehetősen kemény hangú levélben utasította rendre Lázár Jánost ebben az ügyben, megállapítva, hogy semmiféle összeférhetetlenség ebben az ügyben nem volt. Tehát Dajs Tamás, amit fordulatnak lát, vagy szeretne láttatni, az egy sima üzemszerű működése egy darab bizottságnak. Nem gondoljuk, hogy ebben drámai fordulat történne. Hát meglátjuk, hogy mi lesz a mai napon. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.